Hello mindenkinek, az pedig itt a Sims 4 119. része. Ez a részben azt említettem meg, hogy nagy valószínűséggel... Ó, miért? Ó, szomorú, mert elveszett a tappancs. Mindegy. Ebben a részben nagy valószínűséggel elmegyünk dolgozni. Ugyanis mindenki megy majd iskolába 12 órán belül. És addig benne elmegyünk az állatklinikára, illetve ugye... Sok lesz az illetve. Emma is megy dolgozni, mint egy titkos ügynök. Nem árt, nem árt. Kell a pénz. Ezt tedd meg, Daniel. Aztán utána pedig menjél edzeni egy kicsit. Ben meg sír, mert eltűnt a tappancs. Nézd meg a közösségi média dolgaidat. Csinálsz Instagram story-t. Ajaj. Aha, valami nem jó. Mindegy. Oké. Ugye három csillagos, ami kis... ebből tudunk... mi? Igen. Ezt megvettem, jó? Aha. Négy ezer ötszázunk van, oké. Aha, nem sokára elérünk egy bónusz. Ezért mindjárt eszembe jut, nem tudom mi az. Nézzük meg az utolsó kiadásokat. Aha. Jó, rendben. Oké. És már tavaszodik, vagyis hát elkezdődik tavasz 14. 14 nap közül az első. Szóval lassan melegszik az idő, ha úgy vesszük. Daniel, okos vagy. Nagyon jó. Mossuk ki. Ezt pedig takarítsuk ki. Aztán Ben zuhanyoznod kéne. Gyerünk, Dániel! Hány szinten vagy fitnessbe? Hatos. Aha. Jó. Igen, adjuk hozzá a szárítóhoz. Dániel, még nem mész. Úgy. Nagyon szomorú, nehogy, nehogy. Oké, álomba sírta magát szerencsétlen. Miért tappancs nincs itt? Így. Oké. Brisk shower, aztán aludhatsz. Ben, te álljál meg, mit akartál lenni, kezdjük azzal. Na, egyél. Aztán utána mehetsz aludni, te is. Mert mindenki más alszik, csak te nem.
Úgy fejedelmi kaját elköltöd itt egymagadba. Kíváncsi leszek, hogyha jön a tavasz, mert mint úgy, igen, jelenleg is tavasz van, de még ugye fagy, hogy majd fokozatosan fog-e elolvadni a hó, vagy így puff, eltűnik, ezt csókolom. Oké, Dina felkelt, enni kéne pontosan. Edd meg ezt. Arra még mindig nem jöttem rá, hogy sikerült neki ide a lépcső alá beteleportálni a múltkor. Oké, egy órán belül kezdődik a munkája. Ó, tappancs hazaért! Jó, a legjobban kipihenve, te? Üdvözöljük ismét Tappancsot! Tappancs visszaért! Végre szerencsétlennek adjunk egy fürdőt. Oké. Okay. Dina elment dolgozni. Jó, work hard. Daniel, neked pedig lassan fel kéne kelned. Fürdessünk meg ezt a kis kóbor maszatkát. Cafatka. Üdvözöljük újra itthon, szerencsétlen. Ja, megy az iskolába, jó. Oké. Okay. Üdvözöl te is, Ben, keljél föl. Aha. Ben, felkelsz még ma? Ben lábát, ezt nem szeretném belefotózni. Így, nem így, így. Vaku nélkül. Filterrel, mert ez jól mutatta a pancsnak. Ezzel is. Valami más filter. Filter nélkül. Oké. Okay. Mit szereztünk? Nem tudom, mit szereztünk, mert nem jelent meg. 3880. Ez nem is olyan sok most. Te miért nem mentél iskolába? Ezt tedd meg.
hogy ja, tényleg is benne el akartunk menni a klinikára, hogy szerezzünk egy kis pénzt. Dina is fogsz pénzt szerezni, de akkor is. Jó, kezdetnek takarítsuk fel. Mindenre fel van készítve. Nincs semmi. Jó. Van kőkemény egy darab Ange Down Treat. Jó. Oké. Okay. És akkor mondjuk azt, hogy open. Alakulj át, és várjuk az embereket. Oké. Okay. Na, mi van? Oké. Okay. Na, mi történik? Na. Nem. Na most már álljon meg a menet. Vizsgáljuk meg elsősorban. Jó. Nézzük meg a száját. A szőrét. Oké. Megvan. Jó. Aztán te voltál a következő. Oké. Jó. Nyugtassuk meg egy kicsit. Mérjük meg a lázát. A szőrét. Illetve a szívét. Oké. Okay. Először is nyugtassuk meg egy kicsit. Jó, és ez kell neki. Aha. Most nem, majd ha bezárunk. Jó, most csak ezt így észrevettem. Ó, közben Didát előléptették, most már... ide intelligencia kutató. Uh-huh. Most már két szimulánnal keres többet egy órában, ezáltal 19 szimulát keres óránként. Kapott bónuszba 349 szimulánt, egy nem tudom mit, meg egy olyat a számítógépen. Oké, okay. Rendben. Nagyon jó.
Ez az. 9-es szintű. Erre a macska ráült a porszívónkra. Hú, de gülű szemeid vannak, macsek. Utána te leszel a következő, tudom. Hú, te bolhás vagy, látszik rajtad, pattognak ki belőled. Na, gyerünk már. Őt meg kell nyugtatni. Így. Ezekkel talán meg lesz. Oké. Rendben. Nyugtassuk meg. És ez kell. Ez az. Oké. Te vagy a következő. Jó. Aztán mi ez? Francia bulldog? Aha, francia bulldog, de cuki! Hú, őt nagyon meg kell nyugtatni. Így. És akkor beállítjuk, hogy több ember már nem jöhet. Na, miért jöttél le onnan? Száját akartam. Illetve a hőmérsékletét, vagy nem tudom. Jöde. Oké. Nyugtassuk meg. És akkor... ez kell. Oké. Rendben. Keltsük fel Csóri kutyát. És aztán ő jön. Oké. Jó, lássuk. Hú, őt nagyon meg kell nyugtatni. És akkor a szőrét kell először szerintem. Meg a száját. Oké. Még egy kicsit nyugtassuk meg. És ez kell. Oké. Rendben. Te vagy az utolsó? Hú, ő már mérges. Jó. Hú, de gülű szeme van. Hú, őt nagyon meg kell nyugtatni. Szerencsétlen nagyon feszült. Ó, sikerült is. A száját. Ó, mindegy. Nyugtassuk meg. Erre odahányt a vizsgálóasztalra. Teljesen jó. Oké. Okay.
Jó, és akkor most nézzük meg ezt, amit látni akartam, hogy most milyen egyenruhánk van. Aha. Sok minden nem tudok változtatni, úgy nézem. Aha. Nadrágon se. Esetleg a cipőt hozzáigazítjuk. Ja, így kész is. Jó, és már vagyunk olyan jók, hogy 150 azért mehet. Hello, te mit keresel itt? Bezártunk mára. Sajnálom. Most már 3,5 csillagosak vagyunk. Nagyon jó. Ezt elköltjük. Nem tudom, mit kaptunk, de mindegy. Benn még gyorsan kajálj. Oké, akkor azt oda. Nem. Hazamegyünk. Ugyanis nem itt fogsz aludni, hanem otthon. Elég sok mindent kell megkerülnie szerencsétlennek. Oké. Benne neked akkor aludnod kell. Dina, te is mehetsz aludni. Emma, te is aludhatsz. És Dániel, akkor te is menjél aludni. Mindenki menjen aludni a francba. Takarodó. Miért vagy szomorú? Oh. Nem száradtak meg jól a ruhák. Sad story. Igen. Közben akkor nézzük meg, hogy mit kapott Dina, gondolom a családi eszköztárba lesz, amit éppen kapott. Aha! Nagyon menő. És amúgy... Úristen, 1 óra múlva kell mennie dolgozni. És nem kezdtük el fejleszteni, vagy... a napi tevékenységet, ami kell ugye hozzá. Hát mindegy. Ez most ilyen. Oké. Nincs külön munkaruhád, Dina? Nem, nincs. Munkaruha? Nem, nincs külön munkaruhája. Nem is értem. Mindegy. Oké, még szerencsé, hogy 3 zuhanyzót vettem. Na mindegy. Oké, Ben fel is kelt. Harvest all. Ezt meg át tudjuk ültetni végre. Water all. Ebből legalább sok pénzünk van. És hát több pénzünk van, mint bármi másból.
Ó, nem fér oda. Ezt nem mondod komolyan. Akkor kicsit kijebb hozzuk az egész dolgot. Így. Úgy. És akkor még menj el egyet Brice Schauerre. Daniel, te miért nem mentél iskolába? Menjél iskolába. Takarodj el iskolába. Jól van. És akkor szerintem itt lenne vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek. Következő részben még fejleszgetjük bennek a állatorvosi képességeit, aztán pedig bezárjuk a mi kis klinikánkat, és ismét uninteraktív állásokat fogunk nézegetni. Pénzt kell keresnünk, na, könnyebb úton kellene. És akkor megvesszük azt a házat, amit ugye az egyik kedves nézőm csinált, és meglátjuk, mi lesz a következő részekben, ugyanis Dina az, nem, Emma felnő. Ó, ez az. Emma felnő, és akkor vele fogunk sztár életmódot élni, reméljük legalábbis. Szóval, köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!